Ne légy bele a vízbe.
Dobro, dobre, dobrý boj. Thank you.
egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy maci. Ő a mi macink, úgy hívjuk, hogy Teddy. Tog dana kad sam upoznao Tedija, prvo sam šetao segbirom besciljno, zaseo sam pored Tise i razmišljao o postanku svemira. Sjećam se da smo počeli prvo da snimamo Marija kako se bacaka po klupi i pliva bukvalno po klupi. Postanku svemira. Zdravo svima, ja sam Teddy. Zdravo svima, ja sam Mara. Szóval, ez az egész egy mese. Egy tanmese, ha úgy tetszik. Nagyon leegyszerűsítve a barátságról, az összetartásról, az elfogadásról. Szóval. Bio je jedan meda, tužan meda, koji se zvao Teddy. Teo je da se ubije jednog dana i pao je sa neke litice na Marija, Marijevo krilo. In one moment, I go near to the dead, you know, and I'm a bit sad and everything, and Szóval van egy macink, aki találkozott egy emberrel, aki csak úgy dobálja mindenféle téren, mindenféle városba, mindenféle városba, mindenféle téren, mindenféle templomok, vasútállomások előtt. Búzsa van a szuncu, így egy jednom a neba pad a medved. A Teddy pauna mene sa neba. To ne može biti slučajno. Ez egy nagyon jó film igazából, mert szól a szerelemről és a baráti kapcsolatokról is. Szerbiában és Szegeden is játszódik ez a film. Zapravo Mario pokazuje medi kako je život lep, kako treba da se uživa u životu i da ne treba to da uradi. Ez a film. I Mario i Teddy su se upoznali u Szegedinu. Hogyan is mutatkozik meg? Hát, az elején egy rossz helyzetben lévő maci. I ovaj oni su se tako sprijateljili i dogovorili se jednog dana da putuju, da otputuju negdje. I oni su tako odšli u Suboticu i lepo su se... Da, uđ. Uđ. Jo. Prvo, Teddy je... Išao je i do Subotice i sve, a Mara nije. Ali sigurno sam da hoće. És egyszer csak úgy jött ment lány, vagy lány jön egyet, nem tudom, nem emlékszem. Jedna devojka, koja je imala isto jednog medu. Arról szól, hogy egy lány úgymond ellopja a fiútól a medvét. Hey! Odma se osjetilo da je nama suđeno da budemo prijatelji za uvek. Egy végzetes tettet próbál véghez vinni. Úgy dönt, hogy véget vet az életének, de ekkor történik az első. Posle toga Mario je bio sad tužan, pa se vratio u Segedin. I traži ih je, bio jako tužan, nije znao što da radi. Tehát volt egyszer egy maci, aki Szegeden élt. És akkor ment, bandukolt nagy szomorúan, mert hogy hát nem volt olyan jó az élet, hát mindig van egy kis probléma. De kiderül, hogy a lány valójában csak azért lopta el a medvét, hogy a lány medvéjének találjon egy párt. Uglavnom, kako su se Mara i Teddy upoznali? Mara i Teddy su se upoznali tako što je Zsófi. Zsófi je jedan karakter koji možda ste mislili da je zla, ali nije zla. Ona je želela Teddy-a da upozna sa Marom. Ugyanis,
a hősünk Mário megmenti ezt a macit teljesen véletlenül, ahogy egy tanmesében illik. To si ispostavila da je istina. Naravno, u svim tim avanturama... Izbacu. Mi smo se svakim trenutkom sve više i više zbližavali. Na és akkor a mi macink sétált, és nem tudom, a Tisza mellett, meg mindenfelé, és egyszer csak... És ennyi a fő lényege, a fiú elkezdi üldözni a... I Mario je bio jako tužan. I dolazio je u Segedin, tražio je Tedija po parku, svuda ga je tražio i... Mario je baš je bio skrhan time što Tedija nije sa njim. Medvét. Vagyis a lányt, mert ellopta a medvéjét, és ennyi a története ennek. Igen, Mika Nasho, na nekom pikniku. I onda jött. Na, hogy ennek mi a lényege? Ennek az a lényege, hogy tök mindegy, mi történik egy mesében. Mert így is úgy is lehet belőle valamit tanulni. Ebből azt lehetett tanulni, hogy milyen jók a véletlenek, mert azok is jók arra, hogy a barátságot. Ali kada je video kako je Teddy zapravo jako srećan sa Marom, nije želeo da ih razdvoji. Ezek után ez a mese szól emellett ugye az elfogadásról és a komoly tettekről. A komoly tettekről azért, mert egy lány elhatározza azt, hogy minden áron megszerzi magának ezt a macit. Kad sem u onom kafiću videl tu praznu stolicu na kojoj je sedeo Teddy. Pa. Azt történt. Tužan, ovaj mali še bio tužan, teo da se ubije. Čekaj, dobro, okej, polako. To je treba da bude, mi. Okay, it's a very interesting story. Okay. Hogy nagy bánatában leesett, vagy leugrott, ezt most nem tudjuk, leugrott a mélybe, és épp valakinek az ölébe ugrott. Tehát, na, ő volt Mário. Hi! I most se rodila ljubav između Tedija i Mare. You ready? Camera roll. Mislio sam da neću moći. Heaven, give me my best friend. Azért, hogy az ő másik macikájával lehessen együtt. És Máriónak, bár fáj neki, nagyon fáj neki, de el kell fogadnia, hogy ők ketten összetartoznak. Onda dolazi... Onda... I Teddy je posle teo, ovaj Teddy je hteo da Mar isto bude srećeno, pa se tako nekako završao, još nisam siguran. Ali morao sam da ga nađem i krenio sam za njima. I love my friend. Kraj. Megmentette az életét. De nem úgy megmentette, hanem egy igazi barátság szülődött közöttük. Felpozna Deoiko, hogy ukrán a medvede, i videó, de Teddy szári session. Mentek Szegeden mindenfelé. A Maci és Mário együtt fedezték fel Szegedet, a gyönyörű dómot, a nem tudom én, a Kárász utcát, mindenféle helyre eljutottak, és gyönyörű szép élményekben volt részük. És csak úgy ellopja a Macit, mert nagyon kedve van. És ez így egyrészt így nem annyira fair, meg így egész szomorú. Spászio kell a taga. Neverovatné, kako... Kako neko... Može... Kako neko može... da ti oduzme sve. Ali žela je da Mario takođe upozna Zsófi, to jest da upozna nekoga za sebe. Mario? Vagy csak elcsapja egy repülőgép, nem tudom. És ez annyira jó volt, hogy a végén Mario úgy gondolta, hogy vonattal elmegy Szabadkára. Így. Ennyire.
Szabadkán, még több élményük volt. Ott is a Városháza, a Ferencesek temploma, a vásár, a téli vásár, mindenfelé jártak. Naravno, stvari nisu uvek takve kakve im se čine i kad sam ih nazad u Segedinu video zajedno, shvatio sam da... Again. Da im je lepo i da sam možda u toj priči ja suvišan. Iš. Teddy nagyon jól érezte magát. Már nem volt olyan szomorú, mint előtte. Egyre jobb volt. Na, de akkor jött a képben egy lány. And then I meet my friend. Ja, szóval így. Fran se tudja, hogy hova fut ki ez a történet. Egy lány, aki szemet vetett Teddyre, a mi Macinkra. Iskrlicenje to. És valamiért, nem tudni miért, elvitte. Zapravo Mario pokazuje medi kako je život lep, kako treba da se uživa u životu i da ne treba to da uradi, da li odruže sebi život. És megmutatja, milyen Szabadka, mert Szabadka az ő szülővárosa. We got a still big friend, you know, and hi. Elvitte magával, nyoma se lett már a végén a Macinak, és az lett a vége, hogy visszakerült Szegedre. Én hiszem, hogy a poénta csitavog a našeg filma. I want my coffee! De az volt ennek az oka, hogy volt egy másik Maci is. Egy lány Maci, egy Teddy lány, aki, hát ugye az volt a cél, hogy összebarátkozzanak. De sem možda u toj priči ja suvišan. Ali Teddy mi pokazao da nisam. Tehát a barátság, az elfogadás, legszebb meséje. És ez sikerült, mert nagyon nagy lett a barátság közöttük, és minden nagyon szép és jó volt, csak Máriónak nem volt meg a Maci, ugye? És ez egy nagy probléma. De Márió is visszament Szegedre, és a végén, hát valami lett ott. Most, hogy mi lett barátsága, vagy mi, ezt nem lehet tudni. Lebegtetjük a dolgot, majd kiderül, mindenki gondolja tovább, és akkor ez a mese vége. Love to the people and be good and be happy. Nincs tovább. Ez volt. Csá. Én mislim, da je poenta čitavog našeg filma da pronađemo nekoga za sebe. Kraj. Na kraju nema kraja.